A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rövidesen megkezdődik a 2023-24-es koncertévad, és azt hiszem, hogy számos meglepetés és remek előadás várja általában a kultúra szerelmeseit, és nincs ez másként, aki a Vox Mirabilis kamarakórusra számít, mert hogy ugye eddig is azt hiszem, hogy mindig olyan koncertekkel álltak elő, ami nagyon-nagyon vonzotta a kórus muzsika kedvelőit, vendégem pedig természetesen Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kamarakórus karnagya. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm Szervusz. A meghívást. Véget ért a közben a királyi napok. Egy kicsit beszéljünk röviden a bánkbárról, hogy ezúton is tudjak gratulálni Zemlényi Eszternek és mindenkinek, aki ebben részt vett. Neked hogy tetszett? Hát igazából egy nagy izgalom volt számunkra, amikor kiderült, hogy Eszternek 6 napja van rá, illetve pontosabban 5, hogy megtanulja ezt a művet, mert Boros Csilla betegsége miatt ő ugrott be, és ez egy óriási bravúr volt. Hát nekem, mint anyának ez egy nagy izgalom volt, de nagyon drukkoltam neki, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem várakozáson felül teljesített Eszter, ezt a kollégák is mondták egyébként, a zenész kollégák, de hát az egész előadás fantasztikus volt, tehát én úgy gondolom, hogy a fehérvári kórusok nagyon kitettek magukért, a zenekar fantasztikus volt, és hát Dobszai Péternek a zsenialitása, a tehetsége is, ez, hogy ennyire tud koncentrálni 2,5 órán keresztül erre a hatalmas műre, ez én szerintem minden tapsot megérdemelt, úgyhogy még akármeddig is állhattunk volna, ott tapsolhattunk igen, volna. Igen, egyet értek, és nagy örömmel vettem egyébként, hogy az évadnyitón is kifejtették, mármint Dobszai Péter és Ruf Tamás is, illetve Szabó Balázs, és amit megerősített Cserpakonyi András polgármester is, hogy a jövőben azért lesznek opera előadások, vagy hasonlók, mert azt hiszem, hogy ez a zenekar megérett erre. Igen, így van, mi már tudunk is egy picit, de nyilván amikor alkalmas lesz, akkor majd eláruljuk a titkokat, ja. De nagyon várjuk mi is az operát. No, és akkor térjünk ki, ezért jöttünk, Vox Mirabilis kamarakórus. Először is a Láncos Szegfő ösztöndíjhoz szeretnék gratulálni. Én azt hiszem, hogy az, ha kis léptékben is, de a bizalom jele, és mindenképpen segít abban, hogy a kórus megértse, és tudomásul vegye, hogy számítanak rá, hiszen Székesfehérvár a kórusok városa is, és a Vox Mirabilis pedig az elmúlt időszakban is szárnyal. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Én azt gondolom, hogy az összművészet az, ami jelszavunk. Tehát nem csak énekelni, nem csak zenekarral muzsikálni, amit nagyon-nagyon szeretünk, nem csak ősbemutatókat tartani, hanem a művészet többi ágában is részt venni egy kiállítás megnyitáson, akkor egy kulturális és közéleti szalonon, és az, hogy a Láncos Szegfő ösztöndíjat már 8. alkalommal sorozatban megkapjuk, ez valami olyan felemelő, hogy tényleg én úgy érzem, hogy Fehérvár és ez a kuratórium olyan lehetőséget biztosít számunkra, hogy egy megkezdett úton tudjunk haladni, és ezek a vendégek, akiket mi meghívunk, legyen az könyvbemutató, legyen az egy film, legyen az egy díjazott személyiség, vagy mondjuk egy kis csapat, vagy egy híres család Fehérváron, nagyon sokfelé kibővítettük már ezt a programot, ez érdekes, és ezt szeretik az ottaniak. Tehát ez azt gondolom, hogy megerősítés nem csak a szervezőknek, tehát a Vox Mirabilis kamarakórusnak, illetve a közösségi házba látogatóknak, hanem mindenkinek, tehát a vendégeknek és a résztvevőknek úgy általában. Hát akkor menjünk el Csesztóvába. Én azt hiszem, hogy aki olvas történelmi regényeket, az nagyon is jól tudja, hogy Csesztóva egy kulthely. A katolikus kultúra nagyon-nagyon fontos része, és ha valakit oda meginvitálnak, az egy csoda. No, beszéljünk Csesztóváról. Nem régi a hír, és még mi is most próbáljuk feldolgozni. Körülbelül 2 hete kaptuk a meghívást,
hogy Częstochovába meghívtak minket egy nemzetközi kórus versenyre, vagyis igazából beválogattak minket ebbe a mezőnybe, ami egy nagyon komoly mezőny, és európai és északi zsűri lesz ott, tehát tényleg egy komoly verseny. És egyébként pedig rendkívüli módon megszabták azt, hogy mit lehet és mit szabad énekelni, ugyanis pont október 22-én lesz 45 éve, hogy II. János Pál pápát pápává választották, és ugye tudjuk, hogy ez volt az ő kedvenc zarándok helye, ahova mindig ellátogatott, amikor csak tudott, és egész Lengyelországnak is ez a nagy zarándok helye, így aztán egy vele kapcsolatos kórusművet is kell énekelni, úgyhogy én volt most egy olyan lehetőségem, hogy felkértem egy zeneszerzőt, hogy gyorsan írjon nekünk ezzel kapcsolatban egy kórusművet, és ami izgalmas még, hogy ezen a versenyen nem csak vegyes karban, hanem férfi karban és női karban is indulni fogunk, tehát nagyon nagy kihívás lesz ez a kórustagok számára, hogy igazából háromféle megmérettetésben veszünk részt ezen. Nincs kétségem felőle. Lehet erre egyébként készülni? Abban az értelemben kérdezem, hogy nyilvánvaló, hogy van, amit kell énekelni, másrészt pedig nagyon fontos, hogy a repertoárból kiválasztatok olyat, ami egy ilyen rangos nemzetközi megmérettetésen is nem a zsűri, hanem mert azért a zsűri persze számít, de a közönség számára is megadja azt a méltóságot, ami általában jellemzi Częstochovát. Hogyne? Nekem két egész napom ment el arra, hogy ezt a repertoárt kiválogassam. Tehát ugyanis az idő is számít, az is számít, hogy háromféle korszakból kell énekelni, az is számít, hogy kötelező egy Mária éneket énekelni, és egy pápával kapcsolatos, mások János pápával kapcsolatos. Tehát olyan mértékben megszabták ezt a repertoárt, és hát ugye közben legyen azért egy olyan benne, ami kihívás a Vox Mirabilisnak is, tehát hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi kik vagyunk, a női karunk is, és a férfi karunk is, és a vegyes karunk is, úgyhogy nagyon-nagyon komoly számolgatások, gondolkodás volt nekem két napig, csak ez volt a fejembe, és ültem az asztalnál, és néztem a repertoárunkat és a kottákat, és hát újakat is kellett választani, mert azért II. János pápával kapcsolatban nem sok kórusmű van még a világon, van egy pár, de most mi ősbemutatót is fogunk tartani. Nagyon jó hír. Mit szólt hozzá a csapatod? Hát, amikor én ezt megmondtam, illetve megírtam nekik, mert ugye nyári szünet volt most egészen idáig, és írtam, hogy egy különleges dolgot fogok most velük közölni. Van egy messenger csoportunk, és a gyors híreket ezeken szoktuk megírni, és hát tényleg a csodálkozás, az öröm, és ugyanakkor a felelősség is megjelent rögtön. Úgyhogy a szólamvezetők azok rögtön visszaírtak, hogy mivel készüljünk, mi az, ami előtérbe kerül, hogy kell majd erre felkészülni, és mivel kell majd oda menni, és rögtön ugyanezeket a kérdéseket tették fel, hogy ők már előre szeretnének készülni, de hát mivel most lesz a kórustáborunk, ezért erre már ezen készülünk. No, hát a kórustábor megelőzi értelemszerűen az évadnyitót, mert hogy az évad egy fantasztikus évad lesz, legalábbis én bízom benne. Nos, hát Jézus Szíve templom és Szent István művelődési ház. Akkor nézzünk be először is, hogy ezen a kórustáborban hogyan készültök, hiszen itt már megmutatja azt a jövőképet is, ami majd felcsendül ezen a két helyen. Így van, három nagy programunk lesz most, amire a kórustáborban előkészülünk. Az egyik a hangversenybérletünk, a másik a Częstochovai kórusverseny, nemzetközi kórusverseny, és lesz még Veszprémben egy háromnapos nagy nemzetközi kórustalálkozó, a Pueri Cantores, ez egy nagy nemzetközi kórusszövetség, aminek mi leszünk a kiválasztott fő kórusa, akik minden programon ott lesznek és reprezentálni fognak, ezért hát egy ilyen vastag füzetnyi kottát kell megtanulnunk, nagyon sok mindent.
Ugyanakkor Veszprémben most lesz a katolikus társadalmi napok szeptember vége felé, és erre is az érsek úrtól mi kaptunk felkérést, hogy ezen a nagy érseki misén is mi énekeljünk. Ez nagy felelősséggel rengeteg jár minden, mindenképpen. Igen. Tehát erre egy komplett műsorra kell készülni, ami azt hiszem, hogy kihívás a csapatnak is mindenképpen. Nézzünk akkor be a 4 koncertet tartalmazó évadba. Tehát, hogy mi lesz a Jézus szíve templomban. Nyilván ott azért kisebb léptékű, hiszen kevesebben férnek be, de azt hiszem, hogy az mindig olyan méltóságot sugároz, ami fontos. A Jézus szíve templom nekünk nagy kedvenc templomunk. Olyan különleges akusztikája van, és olyan jól lehet beénekelni, bárhova áll az ember. A szentélybe, a szentély elé, oldalt, hátul, akik a koncertjeinken jártak már, azok tudják, hogy mi körbe szoktuk énekelni többnyire ezt, és mindig más helyen állunk meg, ugyanis mindenhonnan egyforma. És a Jézus szíve templom az egy közönség szempontjából is egy nagyon-nagyon jó templom, hiszen bárhova ülnek le, mindenhonnan egyformán lehet hallani, és azért ez például Fehérváron nagyon-nagyon ritka. Ezen kívül csalósám ez a templom, ugyanis kb. 170 ember tud leülni ebben a templomban. Én mindig kicsinek gondolom, hozzáteszem. Igen, mindig kicsinek, de például Székesfehérváron, a szeminárium a templomban sokkal kevesebben tudnak leülni, kb. Ide annyian férnek el majdnem, mint a Ciszter templomba, tehát nagyon csalós, mert hosszú nagy padok vannak, igen. És bárhova ülnek, ugyanolyan minőségben hallhatják a zenét, és mi ezért szeretünk itt énekelni. Mit fogunk hallani a Jézus szíve templomban? A Jézus szíve templomban a közönségünket megörvendeztetjük azzal a versenyműsorral, amivel Csenszohovába készülünk. Méghozzá 2 okból. Gyönyörű kórusművek lesznek egyrészt, tehát hallani kell a közönségnek. Másrészt nekünk is fontos, hogy a verseny előtt valahol el tudjuk ezeket a műveket énekelni. Tehát igazából Szálve Regina, ez a neve ennek a koncertnek, egyházi kórusműveket hallunk, és itt már a női karunk is, a férfi karunk is, és a vegyes karunk is fel fog lépni. Úgyhogy számunkra is egy izgalmas és nagyon új dolog lesz, úgyhogy egy kicsit izgulunk is, de nagyon várjuk már. Gondolom, hogy a kórus is várja, mind 3 kórus. Bár ez... Egy tudom, kórus, de 3. De egy kórus, csak 3. Igen, egy kicsit ez olyan izgalmas, amikor a férfi kar meg a női kar, akik körülbelül azonos létszámban vannak, azért mindig van egy pici rivalizálás, hogy mi vagyunk a jobbak, vagy ők, vagy mi vagyunk, vagy mi, és ugyanakkor egymásnak is annyira drukkolnak, és nekünk ez annyira jó, hogy a Jézus szíve templomban tényleg több felállásban lehet, és hogy Dózsa István atya ezt engedi, és hogy örömmel veszi, hogy ott énekelhetünk most már 12. éve, egyszerűen hihetetlen számunkra. És akkor lesz még egy koncert, ugye, a Jézus szíve templomban? Igen, az már a Gaudete, vagyis az örömvasárnapi karácsony váró koncertünk, amire nagyon-nagyon készülünk, nem csak azért, mert kis ajándékokat is kapnak a közönség minden tagja, hanem azért is, mert oda például fogunk olyan hangszeres zenészeket hívni erre a koncertre, amitől egy igazi karácsonyi hangulatot fogunk varázsolni. Azt hiszem, nagyon fontos az, hogy ne csak karácsonykor szenteste halljunk ilyen koncerteket, hanem hogy a lelkünkben fel tudjunk erre készülni, és ha mi ezzel tudjuk segíteni, felkészülni a közönséget, akkor nagyon hálásak, és nagyon nagy örömmel jönnek. Mint ahogy nagy örömmel látogatnak a kórusmuzsika barátai a Szent István Művelődési Házba is, hiszen az mindig a környezet is méltóságot ad, ahogy a Jézus szíve templom, a Szent István Művelődési Ház nem kevésbé. Így van. A Farsangi Opera Parádénk szokott ott lenni, és azt hiszem, hogy ez a koncert már a városban is egy kultikus koncert, hiszen amikor nem elég a szék, és még pótszékeket kell behozni, hát annak mi nagyon-nagyon örülünk. Ez a kórus számára és az én számomra is azért kihívás, mert ugye itt kívülről énekelünk mindent. Meg is mozdulunk néhány tánclépéssel, bejövetellel, ide mindig olyan nagy művészeket hívunk, akik,
akikre tényleg felnézünk, és mi is tanulunk tőlük, és hát Kéri Tamás, aki egy neves zongoraművész, ő nem hiányozhat például erről a koncertről. Most, mikor mondtam neki, hogy Mozart lesz, hú, már 3-4 zongoradarabot el is sorolt, hogy akkor ő mivel készüljön, mert ő olyan lelkes, és egy olyan igazi jó muzsikus, emellett egy csúda jó szívű ember. És akkor hátra van még a Mizerére, a zenés áhítat. Ez Nagybőjt előtt. Így van. Ezek a különböző programzenék, amiket énekelünk, hogy karácsonyra készülni, aztán egy vidám farsangi, aztán egy komoly nagybőjti koncert, azért ez lelkileg is egy segítik a kórustagokat, ugyanakkor egy picit meg is terhelő a kórustagoknak és nekem is, hogy húsvét előtt, amikor a legmélyebb csend van, virágvasárnap előtti szombaton, amikor már a nagy hét kezdődik gyakorlatilag, akkor olyan muzsikát énekelni, olyan kóruszenét adni, ami méltóság teljes, ugyanakkor elgondolkodtató, néhány mondatot hozzáfűzni, akár csak elmondani, miről szól ez a darab, vagy egy rövid kis könyörgést elolvasni, vagy a keresztút állomásai közül egyet-kettőt megmutatni, ez úgy gondolom, és ilyenkor csönd van, nem is azt is kérjük, hogy ne tapsoljanak, mert ez nem azért van, ez egy zenés áhítat, hogy készüljenek, hogy ők is a lelküket felemeljék, és ugyanakkor elárulom, hogy a mi lelkünk is felemelkedik, mert úgy gondolom, hogy akkor van együtt a jó koncert, hogyha a zenei és a lelki élmény egyszerre szólal meg. Igen, mindenképpen méltóságot sugároz. Mint ahogy méltóságot sugároz az a közlemény, illetve a közleménynek az a része is, amelyben úgy fogalmaztok, hogy tiszteleteket szeretnétek kifejezni mindazok iránt, akik ezidáig megkapták a Fricsai Richárd zenei díjat, és... És mindenki kap tőlünk ajándékba hangversenybérletet, most már ezt az 5. éve visszük el személyesen ezeknek a nagyon tiszteletre méltó együtteseknek, vagy embereknek, és annyira örülünk, és úgy figyeljük mindig, hogy vajon ki lesz az idei díjazott, hogy tudjunk neki bérletet is ajándékozni, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják, és jönnek a koncertjeinkre, és én fontos. Úgy gondolom, hogy ki kell fejezni a tiszteletünket irántuk. És ez nagyon-nagyon fontos, én azt hiszem. Igen. No, ez egy csoda lesz, én ezt már most mondtam, már előtte, amikor megnéztem, viszont egy kicsit beszéljünk a közösségi házról is. Igen. Jó? Mert én azt hiszem, hogy ez is különleges. És nem csak a környékben élők számára, hanem én azt vettem észre, hogy most már, ha úgy tetszik, elzarándokolnak a Zsolt utcába a belvárosban élők is, hiszen egy-egy olyan beszélgetős műsor, az kicsit többet ad. Bensőséges környezet, és ráadásul remek műsorvezetőkkel. Folytatódik-e? Folytatódik. Folytatódik a közéleti és kulturális szalonunk, ami szeptemberben egy könyvbemutatóval fog indulni, El Simon László legújabb kötete, amelyik megjelent, őt hívtuk meg, és ez szeptember közepén lesz majd ez a beszélgetés, és folytatódik egy fotókiállítással később, aztán folytatódik egy festménykiállítással, mert szeretnénk a kultúrának minden ágazatát megmutatni. Ugyanakkor én olyan nagy örömmel olvastam, illetve jelen voltam augusztus 20-án a díszpolgári címek és az egyéb címek átadásánál, hogy olyan sok jó ember kapott Fehérváron ismételten, megérdemelten díjat, és őket is szépen folyamatosan meghívjuk beszélgetni, hogy eljussanak a legkisebb emberig, ha szabad ilyet mondani. És akkor még egy titkot elárulok, ha valaki megnézi Székesfehérvárnak a térképét, a Zsolt utca 30 pontosan a Mértani közepén van Székesfehérvárnak, egy kicsit a belváros van eltolódva, tehát igazából Kisfalud, Öreghegyről és Maroshegyről is majdnem teljes mértékben, ez nagyon érdekes, de érdemes Minden. Megnézni, egyformán lehet eljutni, úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy a Zsolt utca 30 az a város közepe. Így van, tehát ezek a programok mindenképpen azt sugallják, és én azt gondolom, hogy jó is, hogy folyamatosan tesztek érte. Ez egy szép év lesz akkor.
Tehát sikerült átvészelni a nehéz gazdasági helyzetet, a koronavírus járványt, én azt hiszem, hogy most már felfelé vezet az út mindenképpen, és annak külön örülök egyébként, hogy a kultúra több szegmensét is bemutatjátok, hiszen eddig tudtuk, hogy a Zsolt utcai közösségi ház, ezek a kulturális és közéleti szalonban inkább beszélgetős műsorok vannak, vagy mini koncertek, vagy vers, de eddig ugye nem voltak kiállítások, de volt néhány persze. De ha most ez így vegyes lesz, akkor igazi központja lehet a kultúrának. Ez azért is örülünk neki, mert Tornyai Gábor plébános atya meg nagyon örül ezeknek a programoknak, hiszen ő is nagyon szereti a kultúra minden ágát, és partner ebben, tehát hogy mindent örömmel fogad, néha ott is tud lenni ezeken a programokon, úgyhogy nekünk nagyon jó így együtt dolgozni. No, hát tiszta hangot nem kívánok a jövőre, mert az mindig is megvan, neked és a kórusnak köszönhetően, viszont azt kívánom, hogy akkor egyre többen vegyék figyelembe, hogy igenis érdemes ellátogatni Fehérvár közepére, igen, a Zsolt utcában. Én egészen bizonyos vagyok benne, hogy sokan itt tesznek, ahogy természetesen ígérhetem, hogy mi is ott leszünk. Katica, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Zemlényi Katica volt, a Vox Mirabilis Kamara kórus karnagya, akivel megbeszéltük az idei esztendő csodáit, ami vár ránk a kultúrában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.